Akkor ez jön ide. Hello mindenki! A mai videóban arról lesz szó, hogy mi az a 6 dolog, amit könnyebb lesz a hátizsákod méghozzá ingyen. Ennek a videónak az elején is szeretném elmondani, hogy ezek az én tapasztalataim. Nekem ez bejött, neked nem biztos, hogy be fog jönni. Szóval ez egyeninkább csak ilyen tipp, tanács. Nem muszáj ezeket követni, csak föl lehet használni. Jó. Szóval az első dolog, amit én nem viszek magammal, az a papucs. Hogyha az ember szálláson alszik, akkor általában tök fölösleges, mert a szállások azok szinte mindig fűtöttek, tehát nagyon kicsi az esély, hogy az ember fölfázik. Viszont ha sátorozunk, akkor nagyon sokan hordanak maguknál papucsot, hogy ne kelljen ugye az egész nap viselt cipőben, vagy esetleg tátázott vizes cipőben mászkálni. Tehát ha sátorozni megy az ember, akkor érdemes meggondolni, hogy valami nagyon könnyűt vigyen magával, de hogyha szálláson alszunk, akkor szerintem felesleges. Tehát ez a papucs. Következő az tusfürdő. Mármint, hogy ilyen kiszerelésben, mint ez, ahogy van. Hogyha szállásra megyünk, akkor megint teljesen felesleges, mert ugye a szálláson szinte mindig van tusfürdő. Ha véletlenül nincs tusfürdő, akkor van szappan. Ha véletlenül szappan sincs, akkor meg hát megfürdünk anélkül, kibírjuk egyszer. Hogyha mégis akarunk magunkkal valamit vinni, akkor érdemes ugye vagy ezeket a nagyon kicsi tusfürdőket, amiket árulnak a drogériákban, azokat vinni, vagy amit én szoktam, az egy egyszerű szappan. Ez még egy nagyobb darab is, ezt még akár meg is lehet felezni. Ez a szappan, így ahogy van, ez 40 gram, hogyha elviszed a felét, az 20 gram. Jó pár napig tökéletesen elég. Ellenben egy ilyen tusfürdő, ami félig van, ez 300 gram. Tehát ez 30 deka. Okay, a következő az a pénztárca. A pénztárcánkban általában elég sok felesleges cuccot hordunk magunkkal. A túrára ugye nagyon fontos elvinni a személyigazolványodat, lakcímkártyádat, esetleg jogsit, hogyha kell, és ugye mondjuk bankkártyát. A többi az nem kell nekünk, meg hát ugye pénz. Jó, tehát pénztárca helyett vihetünk magunkkal egy ilyen vagy ehhez hasonló zárható zacskót, és akkor ebbe szépen beledobáljuk a fontosabb dolgainkat, ezt lezárjuk vízmentesen, és akkor már is megspóroltunk egy nagy csomó súlyt. Mondom, hogy nekem egy viszonylag könnyű pénztárcám van, nincs is benne túl sok pénz most, és ez így 150 gram. Okay. A következő dolog az az ilyen is, és ehhez hasonló kések. Ha csak az ember nem bushcraftol, hogy megy ki az erdőbe, akkor tök felesleges ilyen nagy késeket vinni magaddal. Még a tüzet raksz, akkor is élesztékkészítéshez teljesen jó egy ilyen vagy ehhez hasonló kicsi bicska. Kajáláshoz meg aztán bőven. Súlyban is és méretben is látjuk, hogy azért ez nyerő. Ez egy viszonylag ilyen gagyi műanyag kés, de így is, mondom, mennyi a súlya. Így is 150 gram. Egy ilyen pedig 50 gram. És ennél vannak még kisebbek is. Úgyhogy ha nem vagy bushcrafter, akkor nem kell nagy kés. A következő törölközőből kétfajtát is hoztam. Van ugye egy normál otthoni törölköző, és van ez a könnyített, amit lehet kapni a Dekában. Túl sokszor mondom a Dekát, amúgy nem szponzorálnak, bármilyen is szponzorálnának, hogyha 60 feliratkozón van. Egy ilyen nagy törölköző az majdnem 40 deka, még egy ilyen kicsi az majdnem 20. Na most, ha szálláson alszunk, akkor ugye ott általában megint szinte biztos, hogy van törölköző. Ha nincs, akkor meg legyünk kreatívabb, meg lehet oldani máshogy is. Vannak például, ha viszel magaddal egy ilyen kis kendőt, ebbe bőven meg lehet törölközni. Vagy hogyha jó idő van, akkor meg például egy levetett ruhába is, ami másnapra akár meg is szárad, és akkor akár még egyszer föl lehet venni. Ha meg kint alszunk sátorba, akkor meg nem is biztos, hogy fogunk fürdeni, úgyhogy akkor meg megint felesleges. Okay, a következő, amin remélem senki nem fogja fölkapni a vizet, az a túl sok ruha. Az a túl sok ruha. Nem azt mondom, hogy ne vigyél magaddal elég ruhát, sőt, nagyon fontos, hogy megfelelően öltöz, tehát mindig legyen nálad annyi réteg és olyan réteg, ami biztonságos, ami melegen és szárazan tart, de például felesleges két napra elvinni két pulóvert és két nadrágot, mert lehet, hogy amiben ma vagy, az kicsit büdös lesz, vagy kicsit koszos lesz, de azt föl lehet másnap is venni. Ha csak nem valami extrém időjárási körülmény van és teljesen átázol, de ezért kell nem pamut cuccokat hordani, hanem technikai anyagból készült dolgokat. Ez egy nadrág és egy vastagabb aláöltöző. Ezek technikai anyagból készülnek, ezek focis cuccok egyébként. Pro tip, a Dekában, ha vagytok, akkor megint a Dekáról beszélek. Hogyha a Decathlonban vásároltok, akkor ne csak a túrás részlegre menjetek el, hanem nézzétek meg a futós és a focis cuccokat is, mert ott is vannak nagyon jó dolgok, amik jók a túrázáshoz. Szóval ez így, ahogy van ez a két cucc, ez viszonylag könnyű, és így is 600 gram, tehát ez fél kiló.
és ez csak két vékonyabb réteg. Úgyhogy úgy kell megválasztani az öltözéket, hogy annyi legyen nálad, ami még biztonságos, melegen és szárazon tart, ne legyen nálad annyi ruha, ami már felesleges, amit már csak cipelsz magaddal később. Oké, hát ez volt a ruha. Mi van még? Nincs több? Ennyi. Jó, megvoltunk. És az utolsó plusz egy, az pedig, amit már az egyik videóban el is mondtam, hogy táska. Tehát csak akkora táskát és olyan táskát vigyél magaddal, ami mindig tele van. Ne legyen nálad nagy táska, ami csak félig van tele, mert a táska is plusz súlyt jelent sokszor, fél, akár egy kilót is. Szóval ez a plusz tipp. Bár ugye ez nem ingyen van, de azért plusz. Oké. Tehát én nagyjából összeadtam a dolgokat a kis papíromon, hogy amik itt, amiket most felsoroltam cuccok, az itt 1780 gram, tehát több mint 1,7 kiló, tehát ennyit spóroltunk. Ebből mondjuk most ki fogom vonni a bicskának, a szappannak és a kendőnek a súlyát, mert ugye azt viszont visszatettük a táskába, tehát így maradt 1670 gram, tehát több mint másfél kilót spóroltunk a táskán, úgyhogy nem költöttünk igazából rá semmit. Remélem hasznos volt a videó nektek, ha van valami tippetek, akkor írjátok be kommentbe, iratkozzatok fel, meg lájkoljatok, meg tudjátok, amit kell a YouTube-on. Köszönöm, hogy megnéztétek, szavaztok, és menjetek ki a természetbe, mert az jó, az mindig fasza. És tudjátok, mi a durva? Elkezdett esni a hó. Nagyon király. Ha-hó, esik a hó.